Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit, Önök a Weekend című magazinműsorunkat látják. November 5-e péntek van, a gasztronómia jegyében telnek mai beszélgetéseink. Országos versenyen lett aranyérmes a pozsonyi kifli készítésében a Vescsik Vilmos Élelmiszeripari Technikum tanulója, aki tanárával érkezik hozzánk. A Sóstói Múzeumfalu hagyományos mártonnapi rendezvényét is ajánljuk majd Önöknek, ahol ludas finomságokat kóstolhattak jövő héten. Végül pedig Pap József érkezik hozzánk, aki a közelmúltban életműdíjat vehetett át az Országházban. A stúdióban már itt ül velem Magyarorsi Ágnes, sütő- és cukrászipari technikus, és Kozák Attila gyakorlati oktató. Jó estét, sziasztok! És hát hál' Istennek nem üres kézzel érkeztetek, hanem két hatalmas tálca pozsonyi kiflivel. Ezt most, Ági, te sütötted, vagy ezt már a társaiddal együtt készítettétek? Te készítetted. Nos, beszéljünk erről a remek versenyről, mondhatjuk azt, hiszen gondolom, hogy kellemes emlékeitek vannak, főleg úgy, hogy elhoztátok az aranyérmet, amit Attila és Ágnes nyakában is láthatnak a nézők, ugye te mint oktató vagy felkészítő, Ági, te pedig hát mint a verseny résztvevője nyertél meg. Mit lehet tudni erről a versenyről? Attila, úgy tudom, hogy azért neked vannak emlékeid, sőt tapasztalataid is. Így van, vannak. Én magam is részt vettem ilyen versenyen, jó néhány évvel ezelőtt. Megméretettem magam, most pedig mint felkészítő tanár voltam Ágika mellett. Ez egy országos verseny, amiről most beszélünk, amire részt vettünk. Itt hát a mi kategóriánkban 10 versenyző méretette meg magát Ágikával együtt. Ez a Pesti Barnabás iskolába került megrendezésre. Ott, tehát ez tradíció, ők rendezik már elejétől kezdve. Nem, 6. azt hiszem. Alkalom, a 8., bocsánat, 8. alkalommal rendezték most meg. És hát ez azért is van ez a verseny tulajdonképpen, mert ez a pozsonyi kifli nevű termék, ez már egy lassan holt terméknek kategorizálható termék, tehát a mindennapokban, a hétköznapokban nem találkozhatunk vele a boltokban, semmilyen formában, hanem maximum ünnepeken vannak ilyenek, vagy otthon még idősebb, tehát nagyszülők, szülők szokták még esetleg csinálni. Mi az oka, hogy ez kikerült a boltok polcairól? Vagy hát, nem annyira népszerű esetleg, vagy hogy csak bizonyos ünnepi hangulatban tudunk ilyeneket vásárolni, vagy ilyen terméket? Szerintem a népszerűsége tulajdonképpen az nem csökkent volna, csak olyan módon érdektelenné válhatott talán egy kicsit, hogy ugye neki a nagy testvére, a Beigli, ugyanebből a tésztából, ugyanezzel a töltelékkel készül, és ugye az, ami az asztalokra ki szokott kerülni, ugye az egy kicsit nagyobb méretű, több, tehát, hogy mondjam, családot ellát igazából, kiadósabb, és ugye kiadósabb, ugye, igen, ezt a szót kerestem, és ugye azt egyben megvásárolja anyuka, apuka, és akkor hazaviszik, szeletelik, ugye jól is néz ki, mutatós, és ugye tudnak kínálni. Ezt meg ugye kicsit macerásabb elkészíteni is, tehát otthon nem nagyon szokták már elkészíteni, ennek meg van a fortéja, arról majd Ágika talán tud mesélni. És ez a verseny kifejezetten akkor a pozsonyi kifliről szól? Így van, ez a kategória, ez a tehát kategória. Több kategóriában indulhatnak diákok, ez konkrétan csak a pozsonyi kifliről. Te is a pozsonyi kifliben indultál annak idején? Én annak idején a hagyományőrző versenyen indultam, tehát van egy ilyen része is, most is volt. Én ott a legszebb termékdíjat kaptam még meg, tehát az sikerült, az egy kicsit másabb, tehát az több rétegű, több részből álló, viszont ott is olyan termékeket kell készíteni, amit ma már nem ismernek a hétköznapi emberek, tehát akik nem szakmán belül vannak. Na hát, Ágika, te ennek tényleg a mestere lettél, ennek a pozsonyi kiflinek. Hányszor készítetted el eddig életedben? Egy joker alkalommal elkészítettem. És nyilvánvalóan meg is kell kóstolni, ugye? Tehát azért azt nem lehet, hogy az ember mondjuk folyamatosan diétázik és süti ezeket a finomságokat. A felkészítő tanárod, ugye Attila, mondhatjuk azt, hogy már rutinos versenyző volt. Szerinted mennyire múlik mondjuk egy verseny sikere azon, hogy mondjuk milyen jó a felkészítő tanár? Tehát sok múlik rajta. Szigorú volt amúgy? Hogy magyaráz? Hát, kicsit.
Na hát meg is lett az eredménye. Így van. Ági, számodra miért volt vonzó éppen ez a pálya, és hogy kerültél, miért éppen ide jöttél tanulni ebbe az iskolába? Mindig is szerettem sütni, a süteményeket is szerettem fogyasztani, szeretem is, és így jött. Na hát gondolom, hogy azért vannak terveid ezen a vonalon, hiszen most végzős vagy, és maradsz majd itt a pályán. Esetleg a finomságok elkészítésén túl az oktatás is vonzó számodra? Tehát abban is példát mutatott számodra a felkészítő tanárod? Igen, szeretnék majd a későbbiekben diákokkal is foglalkozni. Ági, egy picit elevenítsük föl magát a versenyt. Mennyire volt feszített a tempó, izgultál-e, figyelted-e a többieket, vagy hogyan képzeljük el mi laikusok, hogy néz ki egy ilyen cukrászverseny? Az egész termék elkészítésére 4 óra állt rendelkezésünkre, és ebbe az időintervallumba bele kellett férni a nyersanyag előkészítéstől a tálalásig, mert kellett egy terítést is bemutatni, amit én a hagyományokhoz híven régi módi asztalterítést alkalmaztam. Uh-huh. Hát biztos nagyon szép volt, de egy picit titkot azért áruljunk már el arról, hogy hogyan is készül ez a pozsonyi kifli. Gondolom, hogy titkos a recept, de azért aki megpróbálkozik vele, mert azért ma már az internet segítségevel sokan ugye nézik a videót lépésről lépésre, ezek így talán könnyebb, mintha csak fölcsapunk egy szakácskönyvet, úgyhogy ez a... És én mindjárt meg is fogom kóstolni, jó? Addig, ameddig Ági, te mesélsz, sőt, meg is mutatom a nézőknek, hogy mondjuk esetleg, ha itt a kollégáim segítségével, hogy hogy néz ki egy ilyen pozsonyi kifli, amikor ketté törjük. Ja, ez kellemes lesz a következőkben, aztán olyan leszek, mint a vidám motoros, hiszen ugye ez egy isteni mákos töltelékkel készült finomság. Na, mesélj, Ági, hogy készült a pozsonyi kifli. Például egy omlós tésztából készült finom pékáru. A liszt és a zsiradék elmorzsolásával alakul ki az omlós szerkezet, és a többi nyersanyag utána kerül bele. És aztán egy mechanikai megmunkálás, vagyis dagasztás következik. Utána a tészta pihen érik. Aztán ideig érett ez a tészta? Hát egy olyan 10 perc körülbelül. Nem volt sok idő, ugye 4 órába bele kellett férni, aztán gondolom nyújtani kell, ez elég vékonyra kell kinyújtani, ha jól látom. Igen. Ugye ezt a terméket nem tudjuk több tésztához kell igazítani. Uh-huh. Könnyebb ezt megsütni, mint elmesélni, ugye? Ne izguljál is semmiképpen. Csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy tényleg mennyire bonyolult ez. Mi a legnehezebb a kifli elkészítésében? Melyik része ennek a sok mindennek, amit elmondtál? A tésztán múlik, vagy a tölteléken? Mind a kettőn. Mert úgy kell beállítani a tésztának a keménységét, hogy az a töltelékkel párhuzamos legyen, hogy pont ugyanolyannak kell lenni a tésztának, mint a tölteléknek. Na hát azt gondolom, hogy Attila, te elégedett voltál a verseny eredményével is. Hány ilyen pozsonyi kiflit ettetek meg a felkészülés során? Hát én megmondom őszintén, már nem látszik rajtam, de én olyan nagyon sokat nem. Tehát megkóstoltam természetesen, hogy ugye mi hiányzik, hozhat belőle, mi az, amit még hozzá kellene tenni. Emiatt megkóstoltam, de nem vagyok, tehát már annyira nem vagyok az a kóstolós fajta. Szakmai ártalom az, hogy mi pékek egyébként meg szoktuk kóstolni, akár a nyers tésztát is, tehát akár, mint otthon a háziasszony a leves, mondjuk, hogy tegyek még sok, bármilyen fűszert, ilyesmi. Tehát meg kell kóstolnunk nyers állapotában, ugye kisült állapotában is, hogy tudjuk azt, hogy ugye olyan terméket engedünk ki a kezünk alól, ami másoknak ugye hát ízlésére való, úgyhogy megkóstolgattuk, de mindig csak kicsi darabokat tényleg az íze miatt. Nem tudom, körülbelül olyan 6-7 alkalommal gyakoroltuk. Az volt egy kicsit nehéz, hogy mindig munka mellett kellett, tehát nem tudtunk csak arra koncentrálni, hanem ugye meg kellett csinálni a napi munkát, és amellett kezdtünk el mindig gyakorolni egy kicsit később, vagy délutánba menően, attól függően, hogy hát meg lett az eredménye. Én a következő bejátszás alatt el is fogyasztom, mert nagyon finom a pozsonyi kifli, úgyhogy szívből gratulálok.
az eredményhez is, és reméljük, hogy a Vestikben sok ilyen ügyeskező diák lesz, és még sok kellemes versenyeredményről tudtok majd beszámolni. Köszönjük, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük. Kedves nézők, izgalmas családkutatásra invitálja a megyei levéltár a diákokat, a szülőket és a nagyszülőket, egy szóval mindenkit. Az eredményből akár karácsonyi meglepetés is készülhet. Kerecsenyi József kollégánk járt a helyszínen. Éppen egy állami anyakönyv kötetet lapozgat, ez az önkéntes kutató a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár családkutatói sarkában. Az intézményben azt szeretnék, hogy a következő hetekben minél több tanuló lépne be hasonló szándékkal, hogy többet megtudjon szeretteiről. Ehhez hirdették meg a 7. Ziglen című felhívást. A jelentkező diákoknak egy legfeljebb 20 fotóból álló prezentációban kell bemutatniuk családjuk 3 generációjának történetét. Elsősorban gyerekeket kívántunk megcélozni, rámutatni arra, hogy nem csak a boltba lehet betérni és vásárolni a nagyszülőknek, dédszülőknek ajándékot, hanem lehet egy olyan kis családfát csinálni, ami biztos, hogy örömet szerez mindenkinek. Azt reméljük, hogy a fiataloknak is miközben kutatnak, illetve azoknak, akiknek az ajándék készül. Több lehetőséget is kínálunk a gyerekeknek. Az első lépés, hogy sétáljanak el a levéltárba, akár a családjukkal, akár az iskolájukkal, és ismerkedjenek meg azokkal a forrásokkal, amelyből lehet pótolni mindazokat az adatokat, amelyeket otthon nem tudnak összegyűjteni. Mert hogy az első lépés a családkutatásban az az, hogy beszélgetni kell a szülőkkel, nagyszülőkkel, rokonokkal. Most ugye a Minden Szentek és a Halottak napja is egy olyan alkalom, mikor egy kicsit jobban előtérbe kerül a család, a családtagok, hova mentek, mit csináltak, mikor születtek, kivel házasodtak. És azt reméljük, hogy erre igyekszünk rá beszélni legalábbis a gyerekeket, és azt reméljük, hogy mindez felkelti az érdeklődésüket, és saját családjukat megismerve egy kicsit az identitástudatukat is erősíthetjük. A levéltár igazgatója azt javasolja, érdemes a legalapvetőbb dolgokkal kezdeni, beszélni a rokonokkal, régi családi fotókat felkeresni, és kezdetnek egy egyszerű ágrajzot készíteni. Ha családfát csinálunk, akkor arra kell figyelni, hogy mindig a legrégibb őstől induljunk el, és ugye úgy ágazik szét a család ágakra, ahogy itt is látható. Nem biztos, hogy az első kutatásnál minden ágra, tehát minden testvére kiterjedően le kell folytatni a kutatást. A gyerekeknek azt szoktuk javasolni, hogy csak a saját szüleik ágán menjenek tovább, mert elég a 3 ágat, 3 generációt elkészítenek, hogy lássák, hogy egyáltalán hogyan is kell ezt csinálni. Majd, amikor beleszerelmesednek ebbe a kutatásba, és minden unokatestvért, meg másod, meg harmad unokatestvért is megfedeznek. Az első lépés, hogy beszélgessünk, a második lépés, hogy nézzünk szét otthon, hiszen a szekrények mélyén rengeteg olyan irat található, még bízom benne, hogy őrzik az iratokat a családok, amelyek választ adnak arra, hogy milyen személyes adatokkal lehet egy családfát kiegészíteni. Ki mikor született, mikor házasodott, mi volt a vallása, mikor születtek gyerekek, illetve érdemes belelapozni a régi fényképalbumokba is, mert akkor nem csak adatok lehetnek, hanem képekkel is lehet ezt a családfát díszíteni, és egy kicsit látványosabbá tenni. Ha már jól ismerjük a családunkat, legalább a nagyszülőkig visszamenőleg, akkor érdemes eljönni a levéltárba, és itt a levéltárban több iratot is át lehet nézni. Gyerekeknek általában szülői, vagy tanári megbízással, vagy kezességvállalással, hiszen azok az iratok, amik a levéltárban vannak, azok egyediek. Egy van belőlük, nagyon kell rá vigyáznunk, és a gyerekeknek is tisztában kell lenni ezzel a felelősséggel. Még egy nagyon fontos, hogy az anyakönyveket kutatási korlátozás védi. Tehát a születési anyakönyveket például nem lehet nézni, de ha pontos dátummal jön valaki és a saját családját kutatja, akkor mi szívesen azt az egybejegyzést kikeressük a számára, és pótolhatja a hiányzó adatot a családfán. Vagy az anyakönyvi hivataltól a hivatalos anyakönyvi kivonatot ki lehet kérni, ha valakinek mondjuk éppen nem lenne meg otthon ilyen típusú adata.
A 7. Zíglen című felhívásra a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár e-mail címén lehet regisztrálni, a legjobb prezentációt beküldőket pedig értékes könyvjutalomban részesítik. Szent Márton ünnepnapjához, november 11-éhez számos népszokás, néphit kapcsolódik Magyarországon. Következő vendégemmel nem csak ezekről, hanem a Sóstói Múzeumfalu hagyományos Mártonnapi programjairól is beszélgetünk. Vendégünk Balogné-Szűr Zsuzsanna, a Múzeumfalu, Sóstói Múzeumfalu igazgatója. Jó estét, szia Zsuzsa! Üdvözlök én is mindenkit szeretettel! Éppen azon gondolkodtam, hogy így a múlt ösvényén elkezdtem kutakodni, hogy azért voltam én a Múzeumfaluban olyan Mártonnapon, amikor szoros értelmében tényleg reszkedtünk a hidegtől, mert nagyon-nagyon kemény volt a november vége, de hogyha most az égiek kb. Kegyesek lesznek, és ilyen marad az időjárás, akkor szerintem egy ilyen nagyon-nagyon szép őszi hangulatú Mártonnapra vártok majd mindenkit november 13-án, ugye? Akkor lesz a Múzeumfaluban. Hát a profita szóljon belőled, és nagyon reméljük, hogy tényleg kellemes időjárással várunk, és minden helyzet a november 13-ára adott lesz, nem csak az időjárás, akár a vírushelyzet és a többi, és hogy a vendégeknek a kedve is meg lesz ahhoz, hogy új bort kóstoljanak, hogy libás ételeket kóstoljanak, mert bizony, aki Mártonnapon libát nem eszik, egész éven át éhezik, és ugye mindig erről szól, hogy minél bőségesebb legyen egy gazdának a vagyona, termése, tehát a Mártonnap körül ez a hiedelem is kialakult az elmúlt időszakban. Festő tiszta vidéke nem arról híres, hogy Mártonnapot ünnepeltek. De viszont, miért? Mert ugye ez egy dunántúli szokás, a Turszi Szent Márton Szombathelyen született, és ugye az ő körülötte kialakult monda, legenda, világ, az Dunántúlra fókuszált, ez egy katolikus szokás, itt a Felső-Tisza-vidékén ugye főleg protestánsokról beszélünk, azonban ilyenkor az őszi ünnepek, az őszi szokások megelevenednek, és például, amit mi is nagyon előszeretettel szoktunk például bemutatni, ugye a kukoricás munkafolyamatok. A fosztók, amikor a mese megelevenedik, a kukorica morzsolás közben a mesemondó tud történeteket mesélni, ez a 13. rendezvényünkön is meg fog történni. Ezen kívül tolfasztás szokott lenni, ugye a régi időkben a dunyha, a párna, hajba való toll, az nem került bele magától, az egy hosszú munkafolyamatnak az eredménye volt, és ugye a liba volt az alapanyag, a tollát megfosztották, és szépen kipejhelték ezeket, meg tisztították a tollat, és utána került bele a dunyha hajba. Úgyhogy ezt is meg szoktuk mutatni, de majd meglátjuk, hogy hogy alakul a liba helyzetünk is, hiszen liba szépségversenyünk is lesz. És nem a hölgyekre gondolunk itt, hanem az élő libákra természetesen, akiket nagy szeretettel várunk a Múzeumfaluba, egy különleges megmérettetésre, jutalom is jár ezért természetesen. Akik jártak Múzeumfalu Mártonnapján, ismerik ezt a szavazási lehetőséget, hogy bizony a falu legszebb libáját meg lehet választani. És hát természetesen meghívtuk mindazokat a nyíregyházi és környékbeli előadókat, akik a libanaphoz tudnak kapcsolódni. Visszatérő vendégünk a Kerekerdő óvoda Itt-Edrát csoportja, aki el fog jönni, és Mártonnapot megidézik a legkisebbekkel, tehát óvodáskorúakkal, de itt lesz velünk a Ládafia Bábszínház, a Kuckó művésztanya, és természetesen a kézművesek sem maradhatnak el, hiszen miről szól másról, mint ilyenkor készítünk lámpásokat. Mi nem halloweenozunk, hanem mártonnapi lámpásokat készítünk, és ezeket a gyertyát is a vendégekkel csináltatjuk meg tulajdonképpen, tehát gyertyamártásra is van lehetőség. És milyenek ezek a mártonnapi lámpások? Üveglámpásokat festünk, ezeket az üveglámpásokat, egyszerű kis lehasznált befűtés üvegeket újra hasznosítjuk tulajdonképpen, és kis drótocskát kötve díszeket rajzolhatnak. Ugye mi a motivunk a liba, és ezeket szokták felfesteni a vendégeink is legfőképpen. És amit még érdekesképpen el szoktunk mondani, hogy ugye ilyenkor, amikor a liba fosztás, a tollfosztás zajlik, akkor ugye a szánytőből kivágják a hosszú liba tollakat, amiből készül a toll, amivel mártogathat a tintába a diákok. És ugye mi az iskolánkban
liba tollal írásra is szeretettel várjuk a vendégeket, ahol az ékes, kalligrafikus írásnak a technikáját is elsajátíthatják. Az ügyesebbek pedig a hímzés technikáját is megtanulhatják, például keresztemes hímzést, beregi keresztemes hímzést is szoktunk tanítani. Azért nem lehet egyszerű ezzel a lúdtollal írni, ugye? Mennyi idő alatt lehet ezt úgy elsajátítani, hogy azért az tényleg esztétikus legyen? Azt hiszem, a régi időkben egy lassabb világot éltek az emberek, sokkal több türelmük és idejük volt arra, hogy gyakoroljanak. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz, én magam is sem tudok libatollal írni, hiszen nagyon fontos az, hogy hogyan tartjuk a tollat, hogyan hegyezzük ki a tollat, bicskával faragták, ugye, illetve az, hogy mártjuk bele, és mennyi ideig tartjuk rajta. Tehát nem egy könnyű dolog, de aki eljön hozzánk, akkor kap egy irkát is, a füzet régi neve az irka volt, és ebbe készíthet kalligrafikusan tintával, tollal. Ugye azzal kezdtük, hogy reméljük, hogy kellemes idő lesz, de hát a Múzeumfalu portáin ugye azért nem esik az eső, nem fúj a szél, úgyhogy itt be lehet menni, több olyan helység is van, ahol akár egy rossz idő esetén is úgy gondolom, hogy tartalmasan el lehet tölteni ezt a napot. Említetted a libás ételeket, és ugye a bort is, az új bort, amit már meg lehet kóstolni. Milyen ételek készülnek most ebben az esztendőben? Ugye eleve a vendégeink kedvezményes belépőjeggyel jöhetnek, és amikor megérkeznek, várjuk egy korty újborral és egy kis libazsíros tepertős kenyérrel. Ez mindig hozzájár a belépőhöz. Ez lilahagymával is meg van borondítva? Mindenki, a minden tehet rá, amit szeretne, és ez természetesen föl van ajánlva. Uh-huh. Aztán, ahogy beérkezik a Múzeumfaluba, mindenféle libás étel, tehát liba, comb, párolt káposztával, libaszájntő is készül, lesütve kemencébe, töltött libanyak is lesz, és természetesen kalácsok. Ilyenkor ugye a szilvalekvár már kellőképpen finom, és akkor lekváros kalácsokat kínálunk a vendégeink számára, aki ezt igénybe veszi. Úgyhogy ezzel készülünk nagy szeretettel, nagy mennyiségben is, úgyhogy reméljük, hogy sokan fogják fogyasztani. És ez a november 13-a gyakorlatilag az utolsó nagy rendezvényetek ebben az esztendőben? Így van, és 14-én vasárnap még utoljára tehetnek egy sétát a Múzeumfalu területén a vendégek, hiszen 15-ével bezárunk, és elkezdjük szépen leöltöztetni a falut, mit szoktok itt mondani szakmailag, hogy leöltöztetjük, hiszen a sok olyan műtárgyat összeszedünk, amit a téli időben nem szabad kinhagynunk, és elkezdjük a téli munkákat, a tisztítást, takarítást, varrást és a raktárpakolást, úgyhogy már erre az időszakra is készülünk, nem unatkozunk sosem, még hogyha nem is vagyunk látogathatóak, de reméljük egyszer majd talán egy 12 hónapos nyitvatartásunk is lesz, mert sok látogató igényelné azt, hogy a havas Múzeumfalut megtekintheti és ottani programokon részt vett, reméljük eljön ez az idő is. Igen, vagy egy január elsőjei sét a Múzeumfaluba, igen. Például az új év kezdetekor. Hát igen, téli álmot alszik a falu november 15-től, de ti nem, múzeológusok, ugye, illetve az ott dolgozók azok tüsténkednek, és mindent megtesznek, hogy a következő esztendőben is tartalmas programokkal várjátok a látogatókat. Most viszont akkor nem érdemes kihagyni az utolsó lehetőséget. November 13-án hány órakor nyit a falu? 9-kor már kinyitunk, 10 órakor kezdődnek a programok. Köszönjük szépen, Zsuzsa. Én is köszönöm. Kedves nézők, Csehországba költözött, a Nyíregyházi állatparkban született 3,5 éves zsiráf Bika. Zulu nem mindennapi szállításáról a következő bejátszásban láthatnak izgalmas képeket. Ezzel véget ért a víkend első része, tartsanak velünk a híradó után, és várom Önöket. Nyugtató injekciót kapott a költöztetése előtti napon Zulu, a Nyíregyházi Állatpark 3,5 éves Rothschild zsiráfja. Az óriási állatot Csehországba szállították azért, hogy egy ottani állatkertben tenyészbika váljon belőle. A zsiráfok nagy bajban vannak Afrikában az élőhelyükön, és a Rothschild zsiráf különleges alfaj, úgyhogy nagyon figyelni kell. A Nyíregyházi Állatpark régóta tenyészt Rothschild zsiráfokat, és Zulu, aki 3,5 évvel ezelőtt itt született, most új családot kap, 3 gyönyörű szép zsiráflány várja őt, hogy családot alapítson Zlinben, egy cseh állatkertben, és a fajmegmentési program tehát oda utalta.
Itt maradtak a zsiráflányaink, öten, ide pedig egy új zsiráfbika érkezik hamarosan hozzánk. A zsiráfok rendkívül félénkek, és a mélyaltatás is végzetes lehet számukra. Mozgatásukat ezért összehangolt csapatmunkában végzik a szakemberek. Az óriási állatok egy-egy óvatlan rugással komoly kárt vagy akár személyi sérülést is tudnak okozni, így a költöztetést csak több hónapnyi állattréninget követően tudták megszervezni. Zulu végül egy speciális zsiráfszállításra tervezett utánfutóból búcsúzott nyíregyházi otthonától. Ez egy nagy csoda egyébként, egy állatszállítás. Könnyebb szállítani egy aranyhörcsögöt, kétségkívül tény, mint egy zsiráfot, mert azért egy 3,5 méteres állatot, sőt a kifejlett bika akár 4 méteres is lehet, nehéz egész Európán át hurcolni. Vannak erre speciális utánfutók, speciális zsiráfszállító készségek, illetve speciális munkatársak, akik ezt végzik. Hozzátenném, hogy a Nyíregyházi Állatparkban dolgozók már mindenféle állatot szállítottak, tehát elefántot is, zsiráfot is, cápát is, tehát mi is nagy gyakorlattal rendelkezünk. Kevés európai állatkert van, ami maga végzi a szállítást, de mi azok közé tartozunk, hogy erre is felkészültünk. Most azonban a csehek jöttek a zsiráfért. A Nyíregyházi Állatpark évek óta sikeresen szaporítja a veszélyeztetett patásokat. Zulu a 8. Nyíregyházán született zsiráf volt, aki most az Európai Fajmegőrzési Program keretében Csehországban alapít dinasztiát. Ez pedig már a Weekend második része, köszöntöm Önöket. Igazán különleges desszerteket kellett készíteni azoknak a cukrászoknak, akik jelentkeztek a kamara mestervizsgájára. A 4 hónapos képzés során nem csak a hazai, de a külföldi trendeket is megismerhették a jelentkezők. A vizsgabizottság sok szempontot figyelembe véve bírálta el a remekeket, szigorúak voltak. 8 vizsgázóból csak 5-en lettek mestercukrászok. Két krémet fogok készíteni, csokoládémuszból készült marakuja és mangózselével, illetve pannakottával. És most mi kerül rá? Ez most a pannakotta réteg, de erre még fog jönni egy gyümölcszelé. Ez egy tejszínes, ha jól érzékelem? Egy tejszínes, tejás, vaníliacukor, zselatin, egy ilyen főzött krém. Igazából minden egyes rétegnél meg kell várnunk, hogy megtermedjen, és akkor úgy fogja kijönni ezt a szép csíkozott mintázatot. Mintha Párizs legelőkelőbb cukrászdájába járnánk az incsiklandó francia desszert különlegességek láttán, pedig nem a Szajna partján, hanem Nyíregyházán a Sipkai Barna középiskolában rendezték a cukrászmestervizsgát. Nádas Hajnalka a belső indítatásból szerette volna fejleszteni meglévő tudását, a cukrászat a szívügye és hisz abban, hogy megfelelő szorgalommal és alázattal a szakma mesterévé lehet válni. Legelőször német Zoltánnál tanultam ki a karamell díszítésnek a mesterségét, aztán földilenkétől cukorvirágdíszeket. Elmentem utána egy cukrásztanfolyamra Budapestre, de igazából ami hát az életből nagyon sok cukrászdába ellátogattam külföldre is, nagyon sok helyre. Barcelona volt az, ami leginkább megihletett, és azt mondtam, hogy az az a színvonal, amit szeretnék ide elhozni. A bubónak a desszertjeit az, ami nagyon nagy hatással volt rám leginkább. És szerettem volna itt Nyíregyházán ezeket a francia jellegű desszerteket is meghonosítani évekkel ezelőtt. Most látom már, hogy egyre inkább érdeklődnek az emberek ez iránt, az irányzat iránt is. Úgyhogy itt nagyon örülök, hogy itt is lehetőségünk nyílt kitanulni, megtanulni, újabb fogásokat elsajátítani, újabb technikákat megtanulni. Mennyi ideig tartott a felkészülés? 4 hónapig tartott a tanfolyam, ez egy elég intenzív tanfolyam volt. Maga a mestervizsgára a felkészülés
Igazából ez elejétől kezdve elkezdődött, mert be kellett szereznünk ugye a tálalási eszközöket, meg kellett komponálnunk, egy összhangot kell teremtenünk a mestermunka tekintetében. Hát az elmúlt három hetünk leginkább erről szólt csak, hogy összeválogattuk, hogy milyen textúrái legyenek a pohárkrémnek, a tányérdesztertnek, milyen színvilágban szeretnénk dolgozni, mi lesz az alkalmi munkánk, milyen artisztikát szeretnénk, úgyhogy elég komoly három hét van mögöttünk. Most, amikor majd megszerzed a mesterképesítést, ez mit fog jelenteni a te életed üzleti vállalkozásod szempontjából? Ez egy belső motiváció volt, hogy te szeretted volna ezt elérni és a szakma csúcsára jutni, vagy van innentől még tovább, mit jelent ez számodra? Mi lesz a következő lépcsőfok innentől? Van persze, tehát ez igazából egyrészt, ahogy te is mondtad, ez nekem volt fontos belülről, hogy egy bizonyítás, vagy egy bizonyíték. Másrésztről igen, tehát itt nem áll meg a munka, tehát ez csak egy belépés a mesterszintre, ettől még én úgy gondolom, hogy folyamatosan fejlődnünk kell, folyamatosan tanulnunk kell. Én úgy gondolom, hogy a francia cukrászat körülbelül 30 évvel jár előttünk, úgyhogy azt, hogy mi itt utolérjük, és ezt a színvonalat hozzuk és megvalósítsuk, az rengeteg munkával fog járni. Én látom a folyamatos tanfolyamokon, workshopokon folyóiratokat, amiket megvásárolok, hogy folyamatosan napról napra változik ez az irányzat, és rengeteg olyan technika van, amit mi még most nem ismerünk, vagy nincs meg hozzá a tudásunk, vagy nincs meg a technikai hátterünk, úgyhogy van hova fejlődnünk. Itt ezzel nem fejeztük be a tanulást. Most tolvasztam az izomáltat. Jól csináltam? Egyik igen. Mire kell figyelni? Meg ne égesse a cukrot. Túl ne melegítsen. Hát egy 130-140 fokig kell melegíteni, és utána használat előtt visszaüntetni egy 80-90 fokig. A tanfolyamon olyan technikai tudást adtak át a mesterek, amelyeket olasz és francia cukrászdákban és világversenyeken sajátítottak el. A vizsga két napon keresztül tartott, 5 különböző desszertet kellett elkészíteni. Alkalmi tortát, kétfajta bombont, pohárdesszertet és tányérdesszertet. A mestervizsga bizottság látvány, esztétika, technológiai sorrend, íz és összhatás szerint bírálta a remekeket. A cukrászatnak az alapjait a francia cukrászat adja, és nagyon sokat tanultunk francia kollégáktól, ahol ki tudtunk menni, ott az üzemekbe tényleg beengedtek, hetekig voltunk ott, és átadták azokat, láttuk azokat a sok kis pici apró dolgot, amit nem lehet tanítani, hanem a munka közben látjuk azt, hogy hogyan töltenek mérlegen, hogy minden réteg ugyanolyan vastagságú legyen, egy krém réteg, hogyha 1 kg 20 dek, akkor az 1 kg 20 dek a minden süteménynél, azt a precizitást náluk már régen működnek, a vizes vágók azokkal dolgoznak, ami egy nagyon tökéletes készterméket eredményez. Valamellát önt ezt a mintába? Igen, karamellbombon készül, és ezután még talpozás lesz. Meg karamelles bombon. Hogy lehet elérni azt, hogy a karamella ilyen állapotba kerüljön, ugye legtöbben odaégetjük a cukrot, és ezzel jól végeztük dolgunkat, de itt úgy tűnik, hogy sikeres művelet zajlik. Hát ez mennyi ideig olvasztjuk a cukrot, tehát azzal határozzuk meg a színét, és utána folyadékkal öntjük föl, és így az állagát, tehát hogy mennyire lesz folyós, krémes, vagy kemény lesz. Ez inkább ilyen folyósra szerettem volna, ha beleharapnak, akkor kifolyjon a töltelék. Bihari Melinda már 23 éve cukrász, Budapestről hazaköltözve újra tanulni akart, de a mestervizsgát egy különleges személy miatt szerette volna teljesíteni. Úgy gondolom, hogy a gyermekemnek egy példa. Neki édesapja, édesanyja cukrász, úgyhogy remélem, hogy majd ő is valami hasonló utat jár be, és így hát neki. Ha már őt említetted, az anyai szíved megdobogott, neki mi a kedvencek? Dobostorta. Mást nem kóstol meg. Mi készül most éppen? Látom, hogy gyönyörű színek. Kavalkádja lesz itt. Ez a díszmunkához egy ilyen szívmelóka. Ez lesz majd a burkolt torszába beleállítva. Így össze kell rakni háromféle színből, és akkor a végén még egy izomáttal le fogom önteni, amit
megolvasztok, hogy ezek a kristályok összeálljanak, és akkor még, amikor még meleg, amivel leöntöm, akkor még szórok rá egy kicsit, mert ahogy a meleg rámeg, ezek meg fognak olvadni, nem lesz annyira kristályos, és akkor még körbe kell megint ugyanúgy csinálnom. Hogy megy rá a meleg? Megolvasztom az izomátot, és ez egy folyékony tűzforró szirup végül is, és akkor kanállal fogom így csorgatni, hogy ezek összeálljanak, mert hogyha felemelem, akkor nem szabad, hogy szétfújjon. Ez ehető, vagy csak dísznek? Milyen ehető? Ebből csinálják a cukornyalókát, annyi, hogy ez nincs ízesítve, de a cukornyalókát megízesítik. Mellettünk most így itt van. A mestercukra, ezt nézi azt, hogy elég vékony lett a cukorvirágod. Így van, mit gondolsz, helyén való lesz így? Hát bízok benne. Mindent megpróbáltam, meg sokat gyakoroltam, és úgyhogy remélem, hogy sikerülni fog. Pásztorné Barta tünde cukrászmester is tökéletes desszertsort állított össze. Négy társával együtt sikeres vizsgát tett. Jól megérdemelt mesterlevelüket november 25-én vehetik át ünnepélyes keretek között a megyei kereskedelmi és iparkamara épületében. Mester cukrászok után a pálinka mestere következik. Pap József, a Zsinde és Pálinka főzde ügyvezetője, a közelmúltban az Országházban vehetett át életműdíjat a szakma elismeréseként. Most pedig nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban. Szia! És köszöntök mindenkit, szervusztok! És szívből gratulálunk ehhez az életműdíjhoz. Hát gondolom, amikor először pálinka főzéssel kezdtél el foglalkozni, akkor ez valahol egy elképzelhetetlen álom volt, vagy nem is voltak ilyen ambícióid, hogy ennek egyszer a mesterévé válj? Hát 1990-ben, amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, tehát elmúlt 30 éve, hát ilyen nem foglalkoztatott ilyen dolog. Egyetlen egy célom volt, hogy pénzkereseti lehetőségként fogtam föl. Jött az állami cégnél betöltött munkahelyem után egy lehetőség, hogy amennyivel többet dolgozom, több pénzt keresek, magyarul családomat jobban el tudjam tartani. Volt 11 ezer forint fizetésem a helyi termelőszövetkezetben Újfehértón, és 7300 forint havi törlesztésünk volt. Tehát el lehet képzelni, milyen mozgástér volt. Így van, tehát a sógorom által adódott egy lehetőség az életemben a rendszerváltás után, és én ezzel éltem. Egy magántulajdonú pálinka főzőt bérbe vettem, és akkor kezdtem el igazából lakossági bérmunkát végezni. Hát ami egy komoly lépés volt az 1990. szeptember 25-e, mert Magyarországon a rendszerváltás után az első olyan családi vállalkozás kapta meg a jövedéki tevékenységre, a minőségi pálinka előállításra, főzésre, palackozásra, kereskedelemre az engedélyt, ami nem privatizált volt, és hát ez a miénk volt jelesül, úgyhogy van egy kerek évforduló ez, ami kötődik ez az bizonyos életműdíjhoz. Hát ez 30 évvel ezelőtt kezdődött el, igazából egy szép lezárása, ha lehet ilyet mondanom ennek a dolognak. Meg se fordult ilyen a fejembe. Egyébként hosszú éveken keresztül nem foglalkoztatott, hogy milyen díjakat adnak át. Hazudni nem fogok, igazából jól esik, mikor kezet ráznak az emberrel, de nem ez motivált elsősorban. Majd jön ez úgy is, amikor jönni kell. Ezt igazából nagyon érdekes a dolog. Ezt Nyíregyházán volt a Zsindelyes Fesztivál augusztus 21-én, és akkor tudtam meg, hogy márciusban fölterjesztettek, vagy fölterjesztett valakik a Pálinka Nemzeti Tanács felé, és ott végül is azt a döntést hozták, hogy az elmúlt 30 évnek a munkáját valamilyen formában egy életműdíjjal köszönik meg az országos pálinka verseny eredményhirdetése alkalmával, és az ország legszebb épületében, az Országházban, és az országgyűlés elnöke, dr. Kövér László úr adta át ezt a bizonyos elismerést Nyíregyháza város polgármesterének a jelenlétében, és az agrárminiszter úr jelenlétében. Úgyhogy egy szép kerek történet alakult ki belőle, de az eredeti kérdésre visszatérve meg se fordult a fejem, vagy egyszer majd életműdíjról lehet szó. Meg is lepődtem rajta, mert én 57 éves vagyok. Így van, nagyon fiatal vagy, igen. És hát azért akik előttem megkaptak, az mind sokkal több évgyűrűt számlált, és akkor én viccesen mondtam is, hogy ezek szerint be kell fejeznem a ténykedésemet, aztán a házelnökünk mondta, hogy azért még egy pár évtizedet tegyek erre a történetre. Hát azon vagyok, hogy rátegyek még, ez ne záruljon le, hanem reményem szerint kezdődik, hanem is 30 év, de egy hosszabb, több évtizedet. Hát Isten adja, hogy legalább ennyi legyen ebben, és ugyanilyen sikerek. Tényleg szívből gratulálunk. Köszönöm. A magához az elismeréshez tulajdonképpen a Zsinde és Pálinka kapcsán már
mondhatjuk azt, hogy hozzászoktatok, hiszen a kezdeti merész próbálkozásból hungarikum lett, és egy olyan érték, ami nem csak a megyének, hanem az országnak a hírnevét is azt gondolom, hogy öregbíti, illetve gazdagítja. Említetted ezt a fesztivált, itt nagyon sok ember volt, és gyakorlatilag most már túlmutat magán a pálinkán a Zsindelyes, hiszen egy olyan brand lett, ami a kultúráról is szól, a gasztronómiáról, a pihenésről, tehát valahol egy ilyen testet, lelket emelő tevékenységet folytattok. Igen, hát ugye 30 évről beszéltem az előbb, ez egy hivatás, vagy szakmának, vagy egy tevékenységnek az elismerése. Igazából van egy 20 éves időtartam is, ami a Újfehértói Fürtös meggyel kapcsolatos ténykedést átöleli valahogy, vagy lezárja. Igazából 20 évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni ahhoz, hogy eredetvédett pálinkát állítsunk belőle elő, és megkapja a magyar védettséget, illetve a brüsszeli védettséget. Hát először, amikor bementem a minisztériumba a főosztályvezető hölgyhöz, vagy asszonyhoz, mondta, hogy menjek haza, mert nincs 100 éves múltja ennek a történetnek, Újfehértói megy pálinkának. Mit akarok majd, vagy 50 év múlva térjünk erre vissza. Menj haza, pihenj egy picit. Igen, körülbelül ez volt, nagyon megalázó helyzet volt, aztán ilyen szép, kicsit ilyen sunnyogó eljöttem a Kossuth tér környékéről, aztán az élet úgy hozta, hogy egy panyolai születésű, hát mondhatom azt, hogy jó barátom, aki a Pálinka lovagrendnek az alapító tagja lett utána, valamint a Éfosznak a főtitkára volt, egy panyolai születésű, a Piros Lászlóról van szó, ő segített nekem abban, hogy írjuk meg ezt a bizonyos eredetvédettségi okiratot, stb. És hát igazából 2007-ben eljutott arra szinte a Újfehértói megypálinka, hogy megkapta a magyarországi védettséget, 2014-ben az Európai Uniónak, akkor még 28 tagállama volt az eredetvédettségi eljárásban, eredményesen szerepelt. És hát ugye egy fordított sztori, mert utána elkezdtem a meggyel foglalkozni, és 2017-ben megkapta a megy, az Újfehértói megy gyűjtőnéven szintén a magyarországi földrajzi védettséget, és 2021, tehát ebben az évben a születésnapomon kaptam meg a okiratot, a brüsszeli okiratot, hogy jogerősen lezárult. Tehát Újfehértónak, illetve a térségnek, inkább így fogalmazok, van két olyan terméke, ami magyarországi földrajzi védettséget, Európai Uniós védettséget élvez. Az Újfehértói megy kiemelkedő nemzeti érték lett, a Fürtös megy, és a belőle készült pálinka pedig hungarikum. Én azt gondolom, hogy ez egy kerek történet, ez egy gazdasági lehetőség. A gyümölcsöt beemeltük, a szerránósunk, a pármai sajt közé, egy hirtelen mondjak termékeket. A pálinkát beemeltük, a champagne, a portói bor, a herezi sherry mellé, vagy a slivovica mellé. Tehát elég komoly illusztris társaságba került be. Ezek a védettségek, ezek lehetőségeket rejtenek magában. Én azt gondolom, hogy 2004-ben, amikor először megmertük mutatni a bizonyos Fürtös megyből készült pálinkát ezen a Fudapest nevű kiállításon, az álmomban sem gondoltam, hogy esetleg egy ilyen sikertörténet lehet belőle, mert félve az utolsó pénzeinket szedtük össze, hogy a kiállításon részt vegyünk ezen a Fudapest nevű kiállításon. Hát a hostesszek azok, a feleségem, a sógornőm, a keresztlányom meg a lányom volt, tehát így állt össze végül is a kereskedelmi meg a marketing csapat. És hát ott neveztük be először az Ágyas megyet a bizonyos újdonságdíjra, és ott kezdődött el ez a sztori. Még egyszer mondom, ez egy nagyon fontos állomás a családi vállalkozásunknak. A pálinkával indult el, de 2008-ban, mikor megépítettük a kóstolóházat, ez még a pálinka turizmushoz kapcsolódott. Ez volt az első épített létesítmény. 2018-ban a Zsindelyes Cottage-nak az első üteme megépült, ahol vendégházak, fogadó, egy múzeum, egy interaktív múzeum épült meg, egy hozzátartozó tájház, valamint a legfontosabb része egy fölszentelt görögkatolikus püspök által fölszentelt kápolna, egy Szent Miklós kápolna. És hát ha minden jól megy, akkor ez év december végére elkészül a harmadik ütem, ahol további szálláshelyek épülnek meg. Megépül egy tanyasi iskola, a Zsindelyes tanyán ugye volt egy iskola, és apusom ráadásul egy tanyasi tanító volt, egy kicsit emlékének adóza, megépítünk egy eredeti eszközökkel, tárgyakkal berendezett tanyasi iskolát. Megépül egy kis kocsma, a Dezsőfi családnak a Zsindelyes tanyán 5 kocsmája volt, ezek írott bizonyítékok vannak ezzel kapcsolatban. Készült a gyerekeknek egy játszótér, felnőtteknek egy kis kondipark. Jövő év március végére elkészül egy állatsimogató,
egy kis mesepark, kalandpark a gyerekek számára, és hát a szálláshoz kapcsolódóan, ahol most már 50-52 főt fogunk tudni elszállásolni, megépült egy wellness, ahol fényszauna, infraszauna, tehát magyarul pihenni lehet este, kipihenni a fáradalmakat, úgyhogy egy kicsit a turisztikai részét, idegenforgalmi részét is próbáltuk építeni, és hát ahogy mondtam, a Újfehértói megy pálinka, illetve legfőképpen a Újfehértói megyre hagyatkozva szeretnénk megépíteni az üzem, vagyis a cottage mellett egy olyan komplexumot, ahol a megyből 20 fajta terméknek az előállítása történne meg. Ez legyen a sörtől kezdve, a pezsgővel bezárólag elég sok termék, és kizárólag az Újfehértói megyből, a fürtös régióban. Tehát ez a sztori, ha lehet ilyet mondanom, és remélem, hogy ez így sokáig fog tartani, folytatni szeretnénk. Szeretnénk teljesíteni, hogy egy turisztikai attrakció legyen belőle, és ne csak Érpatak, Újfehértó, hanem a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe is. Fizikailag jó helyen van a cottage, 10 km az autópálya lehajtójához, Nyíregyháza, Debrecen, Hajdúszoboszló, Máriapócs, Tokaj, és talán Nyírbátort hagytam ki, azt hiszem a legfontosabb, ami számunkra fontos, viszonylag közé, jól helyezkedik el, tehát könnyen megközelíthető. Én nagyon bízom benne, hogy a fesztiválon túl még jobban be tudunk kapcsolódni Nyíregyháza, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turizmusá, vagy hozzá tudunk kapcsolni a turizmusához, idegenforgalmához, ez a célunk, aztán remélem, hogy így is lesz. Józsi, azt szerettem volna kérdezni, hogy vajon meghatódtál-e ott az Országházban, amikor megkaptad, de hallgatva ezt a kerek történetet, egyrészt módosítom, nem 30, hanem minimum 50 évet szeretnék kivenni, hogy azért meglegyen az a 100, amivel téged visszaküldtek, hogy egy kicsit még pihendesd a történetet. Másrészt meg, ahogy hallgatalak, én hatódtam meg azon, hogy mennyire szép ez a történet, és hogy ott vannak végig a múlt gyökerei, a tradíciók, az emlékek, a hagyományok, és mindezzel együtt ugye gyakorlatilag a megy fellegvárává tettétek Újfehértót, úgyhogy szívből gratulálok, és nagyon jó egészséget, és további sok sikert kívánok. Kedves nézők, mi pedig látogassunk el ismét a Nyíregyházi Állatparkba, de most a múlt heti Halloween apropóján már hagyomány, hogy október végén faragott tökökbe csempésznek csemegét az állatoknak, erről szól a következő bejátszásunk. Pár másodperc alatt habzsolták be az ázsiai elefánthölgyek a másfél óra alatt kifaragott Halloween tököket. A Nyíregyházi Állatparkban idén is tökös nassolnivalókat kínáltak a lakóknak. Itt az őszi szünet, itt a sütőtök szezonja, és ilyenkor különleges tökcsemegével kedveskedünk állatkerti lakóinknak. Ami érdekesség, hogy előző nap a faragott tököket az állatkerti szállodánk vendégei készítik el, aztán pedig egy lista alapján együtt csoportosan végigkísérve adunk mindenkinek tökös csemegét. Óriási az érdeklődés, hiszen erre a programra bárki csatlakozhatott. A halloweeni látványetetés idén is népszerű volt a Nyíregyházi Állatparkban. A program a szervezők szerint azért sikeres, mert a mókás tökevés mellett számos érdekességet is megtudhatnak a látogatók a park lakóinak mindennapjairól. Az állatkertek szerepe a faj megőrzésről szól, és minél kevesebb emberi hatás éri őket, nem beszélve arról, hogy életveszélyes lenne hozzájuk közel kerülni. Nyilván a tököket egy tök nem hoz a lázba a tigris, viszont ha húst rejtünk a csemegét, húsos csemegét rejtünk a számukra, akkor mindenképpen igen. Gyönyörű két kis tököt faragtak az állatkerti szállodánk vendégei, hát meglátjuk, hogy Gio-ék mit szólnak hozzá. A parkról egyébként azt érdemes tudni, hogy több tigris alfajt is bemutatunk, van bengáli, szumátrai, maláj és szibériai tigrisünk is. Végveszélyben van ez az alfaj. Szumátrai tigris, nyilván Szumátra szigetén őshonos állatról van szó, a legkisebb tigris alfaj, és körülbelül egy hím olyan 100 kg-os, míg a legnagyobb tigris alfaj a szibériai, ami a park másik oldalán található, 200 kg-os egy hím, tehát lehet látni, óriási különbséget vannak a színben is egyébként, ez egy jóval világosabb, narancssárga színezettel rendelkező állat. A cicástök a szumátrai tigrisek lakomája lesz. A látogatók számára ez az egyik legérdekesebb állomás. A hím tigris ugyanis úgy játszik a faragott tökkel, mint kis cica a gombolyaggal. A tökökben természetesen az állatok kedvenc csemegéit rejtették el a gondozók.
óriási volt az állatcsaládok repertoárja, például a szurikátáknak adtunk liszkukacot, különféle magvakkal kedveskedtünk a sülőknek, de a főemlősök sem maradtak ki a jóból, tehát gibbonfélék, orángutánok is kaptak a finom csemegéből, de azt hiszem a legnagyobb érdeklődés a nagymacskákat övezi, ők húst kaptak a tök csemegébe. Újabb bemutatóra készül a Móricz Zsigmond Színház társulata. New York és London után először Nyíregyházán látható az Idétlen időkig című zenés vígjáték. Az 1993-ban bemutatott amerikai romantikus film színházi adaptációját december 11-től láthatja a közönség. Kedden délelőtt stábunk az olvasópróbán forgatott. Időjárás, hőmérséklet, időjárás. Tiszta diri. Készen. A mi kis városunk február 2-án. Létezik nagyobb őrület a februári Mormota Fesztiválon. Hamisítatlan vidám hangulat uralta az Idétlen időkig című darab olvasópróbáját a Móricz Zsigmond Színházban. Az 1993-ban bemutatott film óriási sikert aratott Bill Murray és Andy McDowell főszereplésével, amelyben a főhős folyamatosan újraéli az előző napját. Horváth Illés dramaturg rendező, szórakoztató és egyben elgondolkodtató darabot szeretne a színpadon viszont látni. Egy nem csak egy vígjátékról, de egy musical vígjátékról beszélünk. Fantasztikus, különleges zenéje van, ennek az előadásnak a zenéje megkapta a legjobb eredeti musicalt is, a Tony és az Olivier díjakat külföldön, tehát egy nagyon rangos elismerésekben részesült új bemutatóról beszélünk, aminek különlegessége, hogy London és New York után Nyíregyházán láthatja először közönség, úgyhogy Gulácsi Tamás, aki a főszerepét fogja játszani, a színdarabnak a világon a második ember lesz, aki Phil Connors-t alakíthatja színpadon, úgyhogy ez egy nagyon nagy lehetőség nekünk, a városnak, a színháznak, egy nagyon nagy dolog, hogy ezt sikerült összehoznunk, úgyhogy most már csak meg kell csinálni. A vígjátékba csomagolt filozófiai, lélektani művet december első felében láthatja a közönség. A darab szórakoztató módon keresi a választ, mi adja meg az életben a boldogságot és a lét értelmét. Az ember bármit megtehet, ugye? Egy idő után ezt veti fel ez a történet. Hogyha nincsenek következményei a tetteidnek, mert minden nap úgyis ugyanannak a napnak a reggelére ébredsz következmények nélkül, akkor ugye te bármit megtehetsz, akkor lesz egy ilyen szabadságod. És hogy ezt mire használod vajon? Hogy az emberben elindul-e, és a főhősünkben elindul természetesen, és ettől lesz a darab érzékeny és emberi, hogy egy idő után azokon a triviális dolgokon, ami mindenkinek először eszébe jut, hogy mi mindent tehet meg, hogyha ekkora szabadsága van, de hogy idő után arra is fel lehet használni ezt az időt, hogy jót tegyél, hogy észrevedd a melletted élő embert, akit egyébként a hétköznapokon csak úgy az élet hagyományos folyása közben észre sem vettél, átlépnél rajta, nem törődnél vele, nem vennéd emberszámba, és hogy az élet tulajdonképpen mennyivel teljesebb és boldogabb tud lenni akkor, hogyha nem így cselekszel. És akkor egy nagy tanulsága szerintem a történetnek, hogy vajon meg kell-e történjen az, hogy 43-szor megismétlődik egy nap az ember életébe, vagy 43 éven keresztül ugyanaz a nap ismétlődik az életébe, ahhoz, hogy észrevegyük a mellettünk álló emberben a szerethető embert. Az éves mormota ünnepen. Gulácsi Tamás színművész Phil Connors-t alakítja majd a darabban. A 6 hetes próba folyamat alatt Tamás Attila zenei vezető és Horányi Tamás korrepetítor segíti a szereplők zenei felkészülését. Urbán Szabó Fanni pedig női főszereplőként Rita Hanson szerepében debütál december 11-én este 7 órától. Kedves nézők, ennyi fért a mai műsorunkban, hát gasztronómiai tippeket adtunk, sőt, mi magunk is kóstolgattunk. Reméljük, hogy kedvet csináltunk önöknek a programokhoz, és a hétvégén tudnak egy kicsit pihenni, lazítani, vagy már készülni a libás ételek elkészítésére, vagy kóstolására, akár mondjuk a Sóstói Múzeum faluba. Kollégáim nevében is megköszönöm, hogy velünk tartottak ma is, tegyék ezt a jövő héten is, kellemes hétvégét kívánunk, viszontlátásra!